Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Feldmayer Péternek hívnak. Itt élek Eilat városába. 99-ben jöttem le Eilatra, és 93-ban aliáztam. Az elején nem volt könnyű itt az élet, mert nem beszéltem a nyelvet, ezért is csak alkalmi munkákkal tudtam foglalkozni, mint például takarítás, szállodában, konyhai kisegítő, ugyanúgy szállodában, még rendesen meg nem tanultam a nyelvet, és onnantól kezdve elkezdtem dolgozni biztonságőrként, és lassan-lassan feltormáztam magamat addig, hogy egy fegyveres biztonsági céget vezettem 10 éven keresztül. Azután meg belevágtam a turizmusba, és turistákkal kezdtem el foglalkozni. Itt Eilaton többnyire azok a járatok, amik egyenesen jönnek Budapestről, vagy Debrecenből Eilatra, fogadtam a vendégeket, és vittem őket kirándulni országszerte. De sajnos ugyanúgy, mint Magyarországon is, itt Izraelbe is beütött a korona időszak, és a turizmus teljesen lement a nullára, ezért nekem is egy bizonyos ideig nem volt munkám, és miután kezdett kilábalni itt a koronavírus, elkezdtem dolgozni egy szállodába, mint biztonsági igazgató és esti igazgató, amit a mai napig is csinálok. Én Eilatot nagyon szeretem, az elején féltem lejönni, mert hogy mindentől messze van, de utána rájöttem, hogy ez egy kis város, turisztikai város, és az ember mindig nagyon jól érzi magát itt, mintha turista lenne. Még ha el is megy dolgozni, még ha könnyű vagy nehéz munkát is végez, miután befejezi a munkát és lemegy a tengerpartra, vagy kimegy a hegyekbe kirándulni, teljesen elfelejti azt a érzést, hogy most itt csak munka és otthon, és munka és csak otthon, hanem tehát egy olyan érzést is ad az embernek, hogy mindig is turista itt ebben a városban. Itt általában nagyon meleg van, de meg lehet szokni, az emberek imádják. A közbiztonság, mint Eilaton is, nagyon jó. A csapból ugyanúgy lehet inni a vizet, mert többnyire 65%-át azt a tengerből nyerjük ki, a többit meg foszilis kutakból, ami a hegyekből csörgedezik lefele. Esővíz, eső. Itt általában egyszer, maximum kétszer van felhőszakadás, egy másfél-két órán keresztül, és ennyi. Onnantól kezdve csak napsütés van. Én mindenkinek nagyon tudom ajánlani Eilatot, nem csak mint turista, aki lejön ide kirándulni, hanem aki bevándorol, és előrébb szeretne jutni az életben, és egy csodálatos, szép városba szeretne élni, aminek csodálatos, gyönyörű, szép, kristálytiszta tengere van, kopár hegyei, de nagyon sok érdekességgel. Ha meg úgy döntöttök, hogy leszeretnétek jönni Eilatra, állok rendelkezésetekre, keressetek bátran. Sziasztok!